Szeretettel köszöntelek, én Kálmán Tamás vagyok, és ebben a videóban arról lesz szó, hogy hogyan tanulj angolul a Harry Potter sorozatból. Nos, ha érdekel téged ez a téma, vagyis az önálló angol tanulás, akkor iratkozz fel erre a YouTube csatornára, és hogyha szeretnéd letenni a középfokú angol nyelvvizsgát, akkor a leírásban nézz rá arra a tréningre, amit ezzel kapcsolatban készítettem. És akkor vágjunk is bele a mai témánkba, vagyis angol tanulás a Harry Potter sorozatból. Tehát ebben a részben a világ irodalom talán leghíresebb varázsló tanoncának történetét fogjuk körüljárni, mégpedig angol nyelvtanulási szempontból. Én lefogadom, hogy neked is rengeteg angol tankönyv és különböző fénymásolt lap van otthon a polcodon, de garantálom, hogy egyik sem fog úgy magával ragadni téged, mint a Harry Potter sorozat. Ebben a videóban az egyszerűbb megoldásoktól fogunk haladni a komplexebb nyelvtanulási technikák felé, és foglalkozzunk majd a mozifilmmel, a könyvekkel és a hangos könyvekkel is. Plusz egy remek weboldalt is szeretnék a figyelmedbe ajánlani, ami egyszerűen kötelező akkor, hogyha rajongó vagy. Először is nézzük meg azt, hogy miért tanulj angolul a Harry Potter sorozatból. Első számú érv, ismerős lesz számodra a történet. A cselekmény, a szereplők, a helyszínek valószínűleg ismerősek lesznek számodra, még akkor is, hogyha nem vagy egy fanatikus, hardcore rajongó. Éppen ezért, mivel a történet nem lesz vadonatúj, mint mondjuk egy más fantasy könyv esetében, sokkal több időt fogsz majd tudni fordítani az angol nyelvre, az új szavakra, az új kifejezésekre, mint magának a történetnek a megértésére. Második számú szempont. Együtt tanulhat az egész család. Most ez a mese nem véletlenül lett világsiker, hiszen a felnőttek és az idősebbek éppen úgy találnak benne érdekességet és szórakozást, mint a gyerekek. Tehát ez a Harry Potter sorozat nyelvtanulási szempontból tökéletesen alkalmas arra, hogy kialakíts magad körül egy támogató, tanuló csoportot, a különböző családtagjaidból. Tehát nem kell teljesen egyedül tanulnod, egymást segítve, egymást támogatva haladhattok az úton a gyermekeiddel, vagy a testvéreiddel, vagy a szüleiddel. És a harmadik számú szempont a motivált tanulás, ami nagyon-nagyon fontos. A történet lebilincselő, tehát végig motiválva fogsz tanulni. A legtöbb barátom, aki elkezdte a könyvet, az le sem akarta tenni egészen addig, amíg ki nem olvasta, és épp ezért nem kell majd megerőltetned magad, hogy akár a hét minden egyes napján foglalkozz a könyvvel vagy a hangos könyvvel, tehát a hét minden egyes napján fogsz foglalkozni az angol nyelvvel. Következő szempont, hogy hogyan tanulj a Harry Potter sorozatból. Tehát lássuk azt, hogy hogyan tudod kihozni a legtöbbet ebből a történetből. Nagyon érdekes, hogy ugye a történet fokozatosan építkezik, a mese fokozatosan építkezik, ezért az első számú tanácsom itt is az, hogy haladj időrendben. Haladj időrendben. Ugye, hogy ahogy Harry és barátai egyre idősebbek lesznek, úgy lesz a könyvek nyelvezete is egyre bonyolultabb, egyre összetettebb, és úgy lesz a filmek hangulata is egyre komorabb. Ezért én azt javaslom neked, hogy teljesen függetlenül attól, hogy van-e kedvenc könyved vagy kedvenc filmed a sorozatban, mindenképpen haladj időrendben, tehát az elejétől a végéig, és ne hagyj ki, és ne akarj átugrani egyetlen részt sem. Második számú szabály. Olvas, hallgass és nézz. Ugye ez a történet nagyon különböző platformokon érhető el. Ugye ott volt először a könyv, a hangos könyv, ott volt a mozifilm sorozat, és igen, vannak Harry Potter videójátékok is, de ezzel most ebben a videóban nem fogunk foglalkozni. Természetesen már azzal is tanulhatsz, hogyha megnézed a mozifilm sorozatot egymás után a különböző részeket,
azzal a módszerrel, amiről már nagyon-nagyon sok videóban beszéltem, hogy hogyan tanulj angolul filmekből, ezt fönt a kártyán meg fogod majd találni. De nyelvtanulóként úgy tudod a legtöbbet kihozni ebből a dologból, ha olvasod a könyvet angolul, hallgatod a hangos könyvet angolul, és nézed a mozifilmeket angolul. A film egy felejthetetlen vizuális kontextust ad a történetnek, a könyv egy remek olvasási gyakorlat, a hangos könyv pedig egy remek szövegértési gyakorlat, amit akár buszon, akár edzéskönyvben is hallgathatsz. Úgyhogy most nézzük meg részletesen ezt az utóbbi két lehetőséget, tehát a könyvet és a hangos könyvet. Nézzük először a könyvet. Sokan mondták már nekem, mikor erről a témáról beszélgettünk, hogy jól van, Tamás, én értem, Harry Pottert kell olvasni, de nem tudom magammal cipelni a könyvet, mert túl nagy, túl nehéz, nem fér el a táskámban. A megoldás roppant egyszerű, szerezd be a könyvet e-book formátumban. Tehát e-book formátumban olvasd a könyvet. Ez általában olcsóbb is, mint a nyomtatott verzió. Az angol nyelvű e-bookot természetesen megrendelheted az Amazon oldalán, vagy van egy nagyon speciális weboldal, amit szeretnék a figyelmedbe ajánlani. Ennek az oldalnak az a neve, hogy pottermore.com, tehát pottermore.com. Én végignéztem ezt az oldalt, és azt láttam, hogy olyan 9 fontos egységáron tudod megrendelni a különböző könyveket. Ennek az oldalnak a linkjét megtalálod ennek a videónak a leírásában, hogyha lejjebb görgetsz. Ez a Pottermore egy nagyon érdekes weboldal, ez az írónőnek, tehát J.K. Rowlingnak a saját digitális cége és webshopja, rengeteg kiegészítő információval és érdekességgel, úgyhogy ha te nagyon nagy Harry Potter rajongó vagy, akkor mindenképpen ajánlom figyelmedbe ezt az oldalt. Hangos könyv. A hangos könyvből való tanulás egy másik nagyszerű lehetőség. Nagy előnye a filmmel szemben, hogy egyrészt sokkal részletesebb, tehát sokkal több szót, szófordulatot és kifejezést tartalmaz, mint a film. A másik nagy előnye pedig, hogy nem vonja el a figyelmedet annyira. Tehát én megnézném magamnak azt a nyelvtanulót, aki a legizgalmasabb és leglátványosabb filmrész közepette, majd a hanglejtésre, a szóhasználatra, meg a kiejtésre fókuszál majd. Ugye, annyira erős a vizuális hatás. Na most a hangos könyvnél ilyen probléma ugye szerencsére nincsen. A hangos könyvek olvasásakor, vagy hallgatásakor, bocsánat, én szintén azt ajánlom, hogy ne akarj túl sokat markolni, ne tarts maratont, hanem egy nap egy fejezettel foglalkozz maximum. Természetesen a fejezeteket feloszthatod, de egy nap semmiképpen ne akarjál egy fejezetnél többet feldolgozni. Szükség esetén, ha valamit nem értesz, vagy valami nem teljesen világos a számodra, akkor bátran hallgasd újra a részeket a jobb megértés érdekében, sőt, kombinálhatod a könyvvel is, tehát a második vagy harmadik hallgatásnál ott lehet előtted a kezedben az e-book olvasón a könyv, és párhuzamosan haladhatsz a hangos könyvvel, hogy minden egyes szót és minden egyes szófordulatot megérts. A hangos könyvet egyébként szintén megtalálod ezen a Pottermore oldalon, de természetesen leraktam a linket a leírásba. Nos, a videó végén én köszönöm a figyelmet, remélem, hogy hasznosnak és érdekesnek találtad. Kérlek, oszd meg ezt a videót barátaiddal és ismerőseiddel, hogy ők is tudjanak belőle profitálni. Köszönöm a figyelmet, viszlát legközelebb!